5 forduló után még pont és sikerélmény nélkül állnak a Szuperligában a nyíregyházi tekézők. Az első 4 fordulóban nem is számított pontokra az NTK, mivel a sorsolásnak köszönhetően élcsapatok ellen léptek dobóállásba szlovenszkijék. A Szegvár elleni idegenbeli meccsen sem sikerült a bravúr, így a csapat a tabella utolsó helyén töltötte a 4 hetes bajnoki szünetet. Ezt az időt formájuk javítására igyekeztek felhasználni a játékosok. Játszottunk a Kazincz Balcika NB1-es csapatával egy edzőmérkőzést idehaza, ezzel is próbáltuk kizökkenteni a csapatot a rossz szériájából. Hozzáteszem, hogy nem a legerősebb összeállításba jött a Kazincz Balcika, de attól függetlenül voltak jó párharcok, és számunkra mindenképpen a csapatfára kellett odafigyelnünk, ahol azt lehet mondani, hogy a 3300 fa felett teljesített nyíregyházi csapatfa mindenképpen bíztató. Bízunk benne, hogy ezt még néhány fával sikerül majd megfejelni, és úgy satszol, hogy egy olyan 3350 fával már csapatfában is sikerül majd legyőznünk az Ajka együttesét, de mint tudjuk, az már egy másik mérkőzés lesz. Nagyon bízom benne, hogy csapatszinten össze tudjuk szedni magunkat. Most már több játékosunk is látszik, hogy egyre jobb és jobb formába lendült. Gondolok itt a Szlovenszki Tiborra, a Hakker Dezsőre, illetve a Kastura Zsoltira, és mindenképpen bízunk benne, hogy a többiek is oda tudják majd tenni magukat. A nyíregyházi játékosokon most már ott a győzelmi kényszer, ennek ellenére meg kell szerezni első pontját a csapatnak. Egy olyan Ajkát fogadunk majd, akivel egy kikimérkőzést tudunk ide hazavívni. Hozzáteszem, hogy ők egy év pihenő után újra visszajutottak a Szuperligában. Akkoriban már sikerült őket legyőznünk idehaza, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy mi vagyunk a meccs várományosai, de természetesen nagyon nehéz mérkőzés vár majd a csapatra. 5 fordulót követően 4 csapat, a Répcelak, az Alaegerszeg, a Szeged és a Győr 100%-os a Szuperligában, míg a Nyíregyháza mellett a Kaposvár és a Vasasszonyfa sem szerzett még pontot a bajnokságban.